Itt a rutin, Lizinghi, jól indul befelé, remek volt a passz is, még mindig ott gurul, és még lecsípi a labdát. A kapus úgy, hogy azt reklamálják a kecskemétiek, hogy egy hazaadás volt így. Hú, de meleg helyzet. Itt elpattant a kecskemététől, és ott hazarúgják. De hát mehet tovább. Szenegáli származású játékos. Bori, aki rengeteget változtatja a helyét, tehát nem csak arról van szó, hogy a széleken tűnik fel, hanem nagyon sokszor visszajön védekezni Farkassal együtt. Koulibaly megcsúszik a csel közben, ez gyönyörű, Koulibaly gólhelyzet, és vezet a Debrecen! Aztán, hogy hát ne hibáztassák a csapatot, mert mindenki megpróbálta a maximumot nyújtani, ennyire tellett ezúttal. És a debreceniek már annyi örömet szereztek nekünk a nemzetközi hadszíntéren, hogy talán ezt meg lehet bocsájtani. Gólhelyzet! És gól! Kettő! Rendre fölzárkóznak a többiek. Már alapvetően a taktikai szerkezet az úgy néz ki a kecskemétieknél, hogy a négy védő előtt három középpályás van, és három csatár. De egy idegenbeli mérkőzésen azt hiszem nincs erről szó. Lizinghi derek a fáj. Hát lehet, hogy a kecskemétieknek ez az 1-1 lesz a sláger eredmény, ugye legutóbb az MTK ellen.